Kezdődik az élő közvetítés. Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és a Deák Ferenc Akadémia nevében üdvözlöm Majtényi Györgyöt, aki a mai előadónk lesz. Mielőtt megtartaná az előadást, engedjék meg nekem, hogy így a 25. előadás sorozat tükrében egy kis visszatekintéssel untassam Önöket. Mi is történt 14 év alatt? 2008-ban kezdődött ez az előadás sorozat, és én tavaszi-őszi kurzusokban folyt a munka. Ugye a járvány alatt egy másfél év kimaradt, de hát a 14 év alatt elég sok minden történt, és jó, egy kicsit felevelenítjük, hogy mi történt. Néhány statisztika adatot a meghívókból kiírtam, és én is csodálkoztam rajta, 123 előadás volt eddig, 123 előadás, 68 történész járt itt nálunk, ebből a 68 történészből 3 a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt, 2 a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, és 15 volt a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Ezen kívül voltak itt egyetemi tanárok, docensek, kandidátusok, múzeumigazgatók, és egy helyi előadónk volt egyszer, a holokausztos előadás sorozat. Néhány nevesebb történészt is felolvasnék, hogy egy kicsit büszkélkedjek, hogy kiket sikerült idehoznunk. Itt volt többek között ugye a fő segítőm Romsics Ignác, 21 alkalommal járt nálunk, 21 előadást tartott. Ungvári Krisztián, akit nem kell szintén bemutatnunk, 8 alkalommal tartott előadást. Ormos Mária, aki szintén a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt, nyugodjon békében, 2-szer volt nálunk. Szita Szabolcs, szintén a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 3-szor tartott előadást. Rajnerem János, Magyar Tudományos Akadémia doktora, 2 előadást tartott. Zsoldos Attila, ő a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 4 előadást tartott. Pálfi Géza, Romsics egyik tanítványa, Ungvári szintén, Magyar Tudományos Akadémia doktora, 2-szer. Gebei Sándor, Magyar Tudományos Akadémia doktora, 3-szor. Herman Robert, Magyar Tudományos Akadémia doktora, 1-szer. Gerő András, kitűnő előadó, 2-szer volt itt nálunk. Földes György 3-szor tartott, mind a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Pór János, szintén doktor, 1-szer. Csorba László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, 2-szer tartott előadást. Fodor István, szintén nyugodjon békébe a Covid miatt, Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója, 2-szer volt itt. Font Márta, Magyar Tudományos Akadémia doktora, 1-szer. Idősebb Bertény Iván, Magyar Tudományos Akadémia doktora, szintén 1-szer volt itt. Magyaros István, szintén a Tudományos Akadémia doktora, 1-szer. Kövér György, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1-szer. Gyóni Gábor, rendes tagja a Tudományos Akadémiának, 1-szer. Pető Andrea, a genderizmusról, Magyar Tudományos Akadémia doktora, 1-szer. Szatmári Őrs, Darwinról tartott remek előadást, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1-szer. Németh György, Magyar Tudományos Akadémia doktora, 1-szer. Juhász József legutóbb Titóról 1-szer, és hát sorolhatnám, ez csak a 68-akból azok, akik legmagasabb rangú történészi elismeréseket szerezték, és milyen előadásaik voltak, azt is érdemes egy kicsit feleleveníteni. Az első mindig a legemlékezetesebb nekem, mert az volt az elképzelésem, hogy egy előadás sorozatot tervezek 2008-ba a szélsőséges hangulat és a szélsőséges elemeknek a kompenzálására, és hívjuk fel a figyelmet a társadalom részére, hogy hova vezetnek, ezért a legsötétebb magyar történelmi korszakról, 1900 és 45 között időszakról, amikor eléggé elment az ország a nácizmus irányába, aztán a nyilas uralom idejébe, ugye ekkor volt az első előadás sorozat, ekkor még nem volt külön címe a sorozatnak. Aztán elkezdtük megcímezni a sorozatokat. Magyar történelem fordulópontjai. Államalapítás, Mohács,
Szatmári béke, 48-49-es forradalom, kiegyezés, 1945 újrakezdés, 56-os forradalom, rendszerváltozás, kiváló előadókkal, Zsoldos Attilával, Pálfi Gézával, Gebei Sándorral, Harman Roberttel, Gerő Andrással, Ungvári Krisztiánnal, Rajna Rem Jánossal és Romsics Ignáccal. Aztán volt egy előadás sorozat, Magyar történelem meghatározó alakjai címmel, három részes volt. Ugye Ferenc József, Horthy Miklós, Bethlen István, Kádár János, II. András, Árpádházi király, Mátyás király, Mária Terézia, Széchenyi és Kossuth, Luxemburgi Zsigmond, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Géza fejedelem. Aztán volt egy előadás sorozat a II. Világháborúról, majd a Magyarság és Európa címmel századonként végigmentünk a magyar történelmen a 10. századtól a 20. századig. Aztán a 20. század meghatározó európai politikusai. Ez is két sorozat volt. II. Miklós, orosz cár, Adenauer, Churchill, De Gaulle, Lenin, Hitler, Kemal Atatürk, Benes, Mussolini, II. Vilmos, német császár, Sztálin. Majd volt egy elhallgatott történelm a Gulág és a Gupvi táborokról, és aztán ezt megelőzően volt világtörténelem legnagyobb hatású alakjai. Ez egy 10 részből álló sorozat volt. Ha emlékeznek rá, Jézussal kezdtük, Gábor György kiváló előadásával, felállva vastapsot kapott, ha emlékeznek. Majd Mohamed, Luther Márton, Darwin, Gandhi, Augustus császár, Montesquieu, II. János Pál és Gorbacsov zárta a sort Romsics előadásában. És most az utolsó ciklus, az a Diktátorok 1-2, ahol Mao Tse-tung, Stalin, Hitler, Franco, Ceausescu volt az első részben, és most pedig Honecker, Jaruzelszky, Tito, Rákosi, és a mostani befejező előadásunk Kádár Jánosról fog szólni. Hát ennyit a múltról, a jövőről még most nem tudok beszélni, de azt hiszem, hogy van mit a tejbe aprítani, hogy mondjam. És akkor a mai előadónk, Majtényi Györgyről néhány gondolatot, hogy megismerjék. Szándékosan fiatalembert kértünk fel az előadásra, mert ha emlékeznek, Kádár korszakról volt már előadás, méghozzá egyszer Kádár és a gulyás kommunizmus címmel Romsics István tartott egy előadást, aztán Földes György Kádár Jánosról tartott egy előadást. Ő az én generációm, tehát most akarunk egy más megvilágítású Kádár Jánost, egy fiatalabb embertől, ne ugyanazt halljuk, mint amit Földes György képvisel, bizonyára lesznek benne különbségek, ezért kértük fel Majtényi Györgyöt. Ő egyébként történész levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált főiskolai tanára Egerben. Az ELTE-n végzett történelmi magyar múzeológiai szakon, főkutatási területe Magyarország 1945 utáni társadalom és kultúrtörténete, a Magyarország elitek történelme, több alkalommal kutatott ösztöndíjjal Ausztriában, Finnországban, Németországban, Szlovákiában és az Egyesült Államokban is. Néhány könyvét kijegyzeteltem az internetről, amit figyelmükbe is ajánlok, mert meg lehet vásárolni a boltokban. Rendszerváltás és Kádár korszak, távolodás és közelítések, 2008-ban megjelent könyv, K-vonal, bizonyára mindenki tudja, mi volt az a K-vonal, Uralmi elit és luxus a szocializmusban 2009-ben jelent meg, Vezércsel, Kádár János mindennapjai, nyilván a sakkozás szenvedélyből vette a címet, 2012-es kiadvány, Egy forint a krumplis lángos Kádárkor társadalma 2018-ban jelent meg, és van egy 2019-es könyv, a kommunista kiskirályok, majd 2021-ben Egyetértés vadásztársaság című. Ez is érdekes lehet. Úgyhogy Majtényi György, felkérem, hogy tartsa meg az előadását. Fogadják szeretettel! Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és külön köszönöm, hogy fiatalembernek lettem titulálva. Ez viszonylagos, de igen. Hogy
leveszem az akkómat, jó a hőmérséklet viszonyok miatt. És hát, hogy a bemutatásban elhangzott, én a Kádárkor társam történetével foglalkozom. Most az MTA doktori disszertációmat július 1-én fogom ezzel kapcsolatban megvédeni. És abban is van egy fejezet, ami a Kádár Jánosnak az életéről, mindennapjairól szól, és arról, hogy ez mennyiben volt más az ő életvitele, mint más közép-európai szocialista pártvezetőké. És az előadásomban, ugye a Kádár Jánosról lehet beszélni egy mondatban is, meg több órán keresztül is, így nyilván nem egy mondatban fogok róla beszélni, mert hogy történészként nem is ez a feladatom, meg ezt nem is tehettem meg, és azt se tehettem meg, hogy több óráig beszéljek, és ezért egy órás keretbe lesz szűkítve, amit mondandó vagyok róla, és elsősorban a hatalomhoz vezető útjáról fog beszélni, hogy hogyan lett a párt első titkára, és a hatalom idején hogyan teltek az ő mindennapjai. És hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok a későbbi életútjával kapcsolatban, kapcsolatos felvetésekre, illetve bármi másra is a pályájával kapcsolatban. Nem tudom, mennyire látszódik hátulról, mert kicsit ilyen sötét a diának a színe, remélem a többi nem lesz ennyire sötét, viszont ott meg kisebb a betű, remélem azért olvasható lesz, úgyis elmondom, amíg a dián szerepel, és lesznek képek azok, amik biztosan láthatóak lesznek, hogy hát az előadás főcím az, hogy így élt Kádár János, és hát azt fogom körbejárni az előadás végén, hogy mennyire igazak azok a személyéhez fűződő képzetek, hogy ő szerény ember volt, visszafogottan viselkedett a hatalom birtokában, és hogy ő neki a személyisége alapvetően más volt, mint más kortárs pártvezetőké. És ez az előadásnak az alcím, hogy a Resentiment diktátorának élete és mindennapjai, és ez a Resentiment egy szociálpszichológiai fogalom, amire majd az előadás végén fog kitérni bővebben, hogy miért használható ez a fogalom az ő élettörténetével kapcsolatban, és ezzel a korszakkal kapcsolatban, amelyiknek ő a meghatározó szereplője volt. Hogy általában ugye ma a Kádárkor, majd időnként ránézek az órára, hogy nehogy túl sokat beszéljek, hogy hát általában a Kádár korszak az ma is egy vitatott korszak, sokat beszélnek róla a politikai beszédben is időnként időről időre fölmerül Kádár Jánosnak a neve, és nyilvánvalóan különféle kontextusokban merül föl az ő neve. Tehát sokan ma is Magyarország történelmének egy ilyen fejlődést hozó, a dualizmushoz, vagy a két háború közötti időszakhoz hasonló szakaszaként tartják számon a Kádár kort, és alapvetően pozitívan értékelik azt. És hát ez a korszak, mint tudják, az 56-os forradalomtól szinte a rendszerváltásig tartott. Névadója Kádár János 1956. novemberétől 1988 tavaszáig, tehát több mint 32 éven át irányította a magyar politikát, és így nyilvánvalóan egy fontos és emblematikus szereplője a magyar történelmnek. És ugye azt tudjuk, hogy a rendszerváltás után már szabadon lehetett írni az 1956 utáni terrorról is, az első titkár, tehát Kádár János szerepéről a megtorlásokban, ám még ma is valamiféle jótékony homály, sokszor megmagyarázhatatlan nosztalgia lengi körül a Kádár korszakra való emlékezést, és az is kérdés lehet, hogy miért emlékszünk a Kádár korszakra, vagy miért emlékezhetünk a Kádár korszakra másképp. Relatív fiatalemberként én is éltem vele, hogy miért emlékezhetünk rá másképp, mint más diktatórikus korszakokra. És ha megnézzük, hogy az emlékezetben hogyan szerepel Kádár János, akár az ilyen legújabbi közvéleménykutatásokban, amelyek azt vizsgálták, hogy kik a magyar történelem legnépszerűbb szereplői, azt látjuk, hogy Kádár János az emlékezetben sokszor az egész magyar társadalomért felelősséget vállaló államférfiként, az országot jó irányba kormányzó, tehetséges politikusként jelenik meg, magánemberként pedig szerénynek, puritánnak, azaz a többi pártvezérhez képest visszafogottnak, és emellett szerénynek az ország irányításáért még a szabad idejét is feláldozó, mindennapjait is a hivatalára áldozó politikusnak tűnik. Ugye a Kádár korral kapcsolatban az előadásnak
egy központi kérdés van, ami a két része van, tehát mindjárt két kérdés. Az első, hogy milyen volt ő valójában, és a róla alkotott kép mögött megmutatható-e a valódi személyiség, ami arra vonatkozik, hogy ma utólag a rendelkezésünkre álló források, ismeretek birtokában mit tudhatunk és mit nem tudhatunk az ő életéről. És a másik kérdés az, hogy milyen árnyaltabb kép alkotható arról a korszakról, amelyet részben legalábbis az ő személyisége és a politikája határozott meg, és a kettő között mi az összefüggés, tehát mi az összefüggés a között, amit Kádár Jánosról mondhatunk el, és mi az összefüggés arról a korszakról, amit az ő személye és neve fémjelez, és ugye tudja általánosságban az a kérdés, hogy egy történelmi szereplő, vagy egy kiemelt helyzetben lévő politikus hogyan képes meghatározni egy korszaknak az arculatát, vagy inkább az ő cselekedetei tükrözik annak a korszaknak a szellemiségét, arculatát. Hogy Magyarországon, hogyha visszatekintünk a magyar történelemre, és így nyilván az itt elhangzott előadásokból is ez a kép rajzolódott ki, hogy Magyarországon hagyománya különböző korszakokat vezető politikusokról elnevezni, így beszéltünk Horthy korról, Rákosi korról, Kádár korról, de társadalomtörténés szempontjából a kérdés az, hogy egyetlen ember személyisége hogyan képes meghatározni egy kort. Nyilván voltak más olyan szereplők, akik valamilyen módon ott hagyták a kezük nyomát, vagy a cselekedeteikkel nyomot hagytak abban a korszakban. És az, hogy egyes időszakokat egy-egy személyhez kötünk, az azt is jelzi, hogy ezek nem feltétlenül a legdemokratikusabb időszakai a magyar történelemnek, és azt is, hogy az utókorban, illetve a történetírásban ettől nem függetlenül olyan képér róluk, hogy egy személy politikája határozta meg azokat, és legalábbis kérdéses, hogy ez valóban így volt-e. Hogyha egy embernek az élettörténetét vizsgáljuk, akkor kérdés az, hogy az önmagában miről tanúskodhat, hogy mit tudhatunk meg egy élettörténetből. És van egy olyan történetíró irányzat, amit pszichohistóriának neveznek, és ez az előadás ennek a pszichohistóriának a jegyében született, ami megpróbálja a személyiség felől megérteni a történelmet, és a személyiségnek a rezdülésein, a személyiség létén, személyiség kibontakozásán, a személyiségnek a torzulásain keresztül értelmezi egy adott korszaknak a történetét. És így általánosságban is elmondható az, hogy egy politikusnak az élettörténete, az egyfelől megközelíthető a történelmi kontextuson keresztül, milyen korszakban élt, mik voltak az adottságok, milyen rendszer kereteik között létezett az ő politikusi tevékenysége, és hát, hogy másfelől pedig arra is fókuszálhatunk, hogy az ő élettörténete hogyan alakult, ez az úgynevezett pszichobiográfiai elemzés, amikor mint egy pszichológusként figyelünk arra a személyiségre, aki nyomot hagyott a történelemben. Jó, és gyakorlatilag a történetírásban ez a pszichohistória a történelmi motiváció kutatásaként van jelen, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy kik, mikor, mit, miért cselekedtek. És hogyha ezt Kádár János személyre vonatkoztatjuk most, akkor egyfelől ugye kérdéses az, hogy őt mi vezette hatalomba, miért lett politikus egyáltalán, milyen körülmények között lett politikus, milyen körülmények között lett kommunista, milyen körülmények között lett kommunista vezető, és hogy az ő lépéseit mennyire csak a saját akarata, a saját motiváció irányították, és mennyire külső körülmények, és ezek a külső körülmények, ezek milyen lenyomatot hagytak az ő személyiségén, és viszont az ő személyisége hogyan tükröződik a történelmi jelenségekben, és magának, az adott kornak az arculatában. Akkor most röviden áttekinteném a Kádár Jánosnak az élettörténetét, és hogy mivel ez egy ilyen pszichohistóriai elemzés, és mivel meg van határozva az időkeret, elsősorban arra az élettörténetnek arra az időszakára fogok fókuszálni, amíg ő eljutott a hatalomba, hogy addig őt milyen hatások érhették, és ezek a hatások hogyan formálhatták az ő személyiségét.
Jó, hát az köztudott, hogy Kádár János 1912-ben Fiumében született, ez a mai nevű Rijeka, látta meg a napvilágot, és törvénytelen gyermekként édesanyja Csermanek Borbála volt, és apja egy pusztaszemesi parasztfiú, Krezinger János volt, aki ekkor katonaként Fiumében szolgált. És Csermanek Borbála a fiát, mivel a gyermek ellátása mellett nem tudott volna pénzt keresni, a Somogy megyei Kapolyra adta nevelőszülőkhöz, ami egy közel 4000 fős település volt a század előn. És hogyha keressünk ebben olyan motivumokat, amelyek meghatározhatták Kádár János későbbi személyiségét, vagy befolyásolhatták a gondolkodását, vagy arra utalni kell mindenképpen, hogy szegénységben, nélkülözésben nevelkedett, és hogy el nem ismert törvénytelen gyermekként, aki anyja nevével élt, számos megpróbáltatásnak lehetett részese már gyermekkorában is. És hogy pont ez a pszichohistoriai megközelítésnek az egyik iránya, vagy feladata, hogy az identitás születése kapcsán vizsgáljuk meg azt a kontextust, azt a környezetet, amiben a személyiség kibontakozik, és ennek nagyon fontos része, korszaka a gyermekkor. Hogy Kádár János is szegénységben és falun majdnem árva gyermekként nevelkedett, és 1918-ban a fiút édesanyja Csermanek Borbála magához vette Budapestre, és ekkor már iskolába lehetett adni őt, így tudott a gyermeknevelés mellett munkát vállalni, és azzal pénzt keresni, így volt rá lehetősége, hogy magához vegye a fiát. És a fiatalember a fővárosban járhatott elemi majd polgári iskolába, érdekesség, hogy mindvégig jónak számító belváros iskolákban tanult, és egyébként jó tanuló volt, jó bizonyítványokat szerzett, ezt meg is lehet nézni a különféle iskolai matrikulákat tartalmazó, ma már online hozzáférhető adatbázisokban. És ebben a Cukor utcai elemi iskolában kezdte meg a tanulmányait, érdekesség, hogy ebben az időben ott tanult a későbbi felesége Tamáska Mária is, és vele akár már innen is ismerhették egymást, és később az ifjú Csermanek, a későbbi Kádár János a Veselény utcai polgári iskolába járt. És az is érdekes, hogy nem egy ilyen tipikus munkás környezetben lakott ő, hanem a Kossuth-Lajos utcától nem messze a Városház utcában lakott a legtovább, hogy említettem, hogy az édesanyja gyakorlatilag ilyen bejárónőként dolgozott, és ebből tartotta fönn őket, hogy ilyen komfort nélküli egyszobás lakásban laktak, később segédház felügyelőként és takarítónőként is kereste a kenyérre valót, Csermanek Borbála, és Csermanek János, Kádár János 8 éves volt akkor, amikor a féltestvére Jenő megszületett, aki szintén törvénytelen gyermekként látta meg a napvilágot, és ekkor már hárman éltek nehéz körülmények között, egy dobutcai, majd jókai téri viccelakásban, és hát továbbra is alkalmi munkákból származó jövedelmekből. És hogyha Kádár Jánosnak a korabeli hivatalos életrajzait elolvassuk, meg hát azt is, hogy a úgynevezett munkásmozgalom történetírás őt számon tartotta. Ő egy ilyen angyalföldi munkásként van bemutatva ezekben az életrajzokban, és hogy a szocialista időszakra jellemző is volt az, hogy a párt vezetői a munkásosztály képviselőiként jelentek meg, és a saját munkás származásukat hangsúlyozták abban az esetben is, ha ez nem volt feltétlenül igaz. Hogy Kádár János esetében sem volt feltétlenül igaz az, hogy egy angyalföldi munkás családból származott, majd erről szó lesz, ipari munkásként igazából soha sem dolgozott, és angyalföldön valóban végzett pártszervezői munkát, de hogy ő ott a háború alatt a kommunista párt aktivistájaként és a szociáldemokrata párt aktivistájaként igazából zsidó származású orvosokat szervezett be sikerrel a kommunista pártba, de hogy az ő legendáriumának mindesetre része az, hogy ő is egy ilyen nehéz sorsú munkás családból származik. A nehéz sors az kétség kívül igaz, a munkás származás az kevésbé. Miután elvégezte a polgári iskolát, egy Izsák Sándor nevű műszerésznek a műhelyébe került, ahol a torpedó írógépeknek
ami a torpedó írógépek magyarországi képviselete volt, és őt írógép műszerésznek tanult. Az írógép műszerész szakmát ma úgy kell elképzelni, mint kb. Az informatikusit, tehát egy ilyen kifejezetten fehér galéros munkakör volt, és a cégnek a munkatársai, azok nagy vállalatokhoz, cégekhez, irodákhoz jártak fehér ingben karbantartani a gépeket. Hát ilyen szerkesztőségeknek, irodáknak is végeztek javítási munkálatokat, és ennek megfelelően is kellett öltözködniük. Tehát, hogy jó lehet Kádár később sokszor hivatkozott az ő vasas múltjára, valójában sohasem volt vasas munkás, csak maga ez az írógép műszerész szakma tartozott a vasas szakszervezethez. És ő maga igazából soha nem végzett közvetlenül fizikai munkát, későbben kifutó fiúként dolgozott. Amit még el lehet mondani, hogy csak néhány hónapig tevékenykedett műszerész segédként, 1929-ben vagy elbocsátották amiatt, mert nem volt munka, ez szerepel az életrajzokban, vagy lehet, hogy ő hagytott a műhelyt, ez pontosan nem tudható. Minden esetre a kommunista politikus életrajzában az előbbi élet jobban, de az utóbbi a valószínűbb több körülményből kifolyóan is. És arról is beszélni kell, hogy milyen volt az a kommunista mozgalom ekkor, a 20-as évek végén, a 30-as években, ami Kádár Jánost magával ragadta, vagy magával szippantotta, vagy nyilván erre a kommunista mozgalomról nem úgy kell gondolkodni, ez a létező kommunista rendszernek a része volt, hanem ez még a Horthy-kornak az időszaka, és a kommunista mozgalomban nagyon sok tehát nagyon sok, egy progresszív mozgalom volt, és nagyon sok művész neve és társadalomtudós neve is fölbukkan. Tehát amit a Kádárról el kell mondani, hogy ő a szószoros értelmében sem ekkor, sem később nem volt munkás, tehát hogy nem lélegezte tüdejébe a gyárak nehéz olomfüstös levegőjét, nem törölt le olyan olyas izzadságcseppeket a homlokáról, koszos kendővel a munka befejeztével, tehát igazából a fizikai munkát sem nagyon végzett, de még csak állandó munkahelye sem volt, tehát egyszer alig dolgozott a háborúig, a háborúban pedig az illegális mozgalomnak lett a része, és ez sok mindenből következett abból is, hogy a korban egy Csermanek Jánoshoz, a későbbi Kádár Jánoshoz hasonló szegény sorsú fiatalembernek roppant nehéz volt munkát és megélhetést találnia, de részben következett az akkori életformájából is. Ez az ő élete akkor a kommunista mozgalomnak a kissé ezoterikus légkörében zajlott, részint polgári származású fiatalok között, akik vagabund módon nem csak eszméke, hanem hétköznapi cselekedeteikkel, öltözködésükkel és magatartásukkal is lázadtak az akkori rendszer, a Horthy-kor világ ellen. És őről a tudható a Csermanek Jánosról, későbbi Kádár Jánosról, vannak róla korabeli fotók, hogy illegális kommunistaként piros nadrágban járt, festett bajuszt hordott, később azt mondta, hogy a festett bajusszal akarta álcázni magát. Ez nem annyira valószínű, mert egy festett bajusz senkit nem álcáz, főleg nem a Horthy-kori titkos rendőrség előtt, de hogy ez is mutatja, hogy milyen volt ennek a mozgalomnak a légköre, ami egyszerűen a szellemi kisugárzásával, a szabadság nagyobb fokával, amit kínált, nagyon sok fiatalnak, munkásfiatalnak és polgári származású fiatalnak is vonzerőt jelentett. Hogyha a korabeli kommunista mozgalomról így általánosságban beszélünk, tehát az 1920-as, 30-as években a kommunizmus, tehát nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában a létező szocializmus világát, a Szovjetuniót kivéve, tehát egy ilyen haladó, progresszív eszmének számított, és Magyarországon ráadásul a térnyerés az értelmiség körében szorosan az avantgárd, irodalom, képzőművészet megjelenéséhez köthető, lehet itt gondolni Kassák körére is, de például Kádár is találkozott egy ilyen munkás, önművelő körben József Attilával. És tehát a korban sok polgári, kispolgári családból származó lázadó ifjú egyszer ismerkedett és barátkozott ekkor a forradalmi marxizmus eszmerendszerével és az irodalommal, és ilyen volt például a későbbi sztálinista pártvezető Révai József is, aki ekkor még
költőknek tartotta magát, és írt például egy nagyon híresen polgárpukasztó verset, aminek az volt a címe, hogy 11. ige, és egy sort idézek belőle, ezt idézte a korban elrettentésként a hortikori sajtó is, de nem emiatt idézem, csak mert emblematikus, hogy dögölj meg apám, dögölj meg anyám, és ez egy ilyen polgárpukasztó vagy gesztus volt akkor, és ugye a kommunisták, de nyilván annak egy ilyen nagyon szélsőséges változata, és a kommunistákhoz csatlakozó polgárok, értelmiségiek közül nagyon sokan életformájuknak választották a forradalmat, és egy úgynevezett ilyen forradalmár életformát éltek, és ők törekedtek arra, hogy minél több tehetséges munkásifjat is beszervezzenek maguk mellé a mozgalomba, és sok fiatal sikerült is beszervezni, ilyen volt Kádár János is. És hogyha mai visszatekintünk ugye annak alapján, amit tudunk a korabeli korszakról, ugye később a szocialista rendszernek a történetírása mindig azt hangsúlyozta, hogy a munkásmozgalom elsődleges célja a kapitalisták elleni küzdelem lett volna, tehát hogy munkás fiatalok, munkások, szakszervezetek, kommunista párt, szociáldemokrata párt küzdöttek a gyárosok a kapitalisták ellen, de ez valójában nem teljesen így volt, hogy nagyon sok helyen ez a társadalomtörténeti irodalomból tudható, egészen ilyen patronusi viszonyok alakultak ki a gyárakban, a gyár vezetése, a munkaadók és a munkavállalók között, és nagyon sok helyen igazából maguk a gyárosok, az úgynevezett kapitalisták sokkal hatékonyabb szociális rendszert működtettek, mint az állam által létrehozott kezdetleges társadalombiztosítás volt. És igazából a korabeli munkásmozgalomnak, ami részben a szakszereti mozgalomból állt, aminek voltak bal- és jobboldali szakszervezetek is, úgynevezett sárga szakszervezetek is, és vagy emellett volt a szociáldemokrata párt, hogy fő ellenség nem a gyárosok, a nagy vállalkozók voltak, hanem a hortikori magyar állam, amit, hogy elolvassuk a korabeli nyilatkozatokat, későbbi visszaemlékezéseket, úgy tűnik, hogy maga a hortikori állam testesítette meg, vagy volt az emblémája különféle munkásmozgalom szereplőinek a szemében, az igazságtalanságnak, az egyenlőtlenségnek, annak a látható különbségnek, ami az úgynevezett felső osztályok, az elit, a korabeli elit és az alsó osztályoknak az életstílusa között volt. Kádár Jánosról említettem, hogy piros nadrágba járt, festett bajusza volt, és hogy nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatai voltak a munkásmozgalomnak a korabeli nőképviselőivel. Egy kapcsolatról tudunk, egy Döme Piroska nevű asszony volt Kádárnak a társa az illegális mozgalomban, és nem csak az elvtársa, és ő később úgy emlékezett Kádárra, hogy idézem, neki a maga módján az volt a fő kívánsága, hogy ha esik az eső, akkor ne kelljen cupogó cipőben járnia, és egyedül alhasson egy ágyban. Akkoriban az öcsével kellett megosztoznia a fekhelyén. Tehát, hogy nyilván nagyon sanyarú körülmények között élt, és magát a hortikornak a világát, magának a hortikornak a világ ellen lázadt, az a mozgalom is, aminek ő részese volt, és feltétlenül ő személy szerint is. És hogyha megnézzük azt az utat, ami Kádár Jánost elviszi a politikába, akkor azt kell mondani, hogy 17 évesen már a Vasas Szakszervezet ifjúsági csoportjába lép be, innen egyenes út vezet 1931-ben az illegális kommunista ifjú munkások Magyarországi Szövetségében, majd a kommunisták Magyarországi pártjába. A korban a kommunista párt gyakorlatilag végig illegálisan működött, amikor legálisan működött, vagy bizonyos szeretői a szociáldemokrata pártnak a részeiként működhettek legálisan. Maga Kádár is igazából dolgozott a Angyalföldön a szociáldemokrata párt helyi szervezetének, mert ott tömörülhettek, vagy ott jelenhettek meg legálisan a kommunisták, igazából annyian nem is tudtak tömörülni, mert ugye említettem, hogy nagyon sok író, művész szimpatizált a kommunista mozgalommal, de a kommunisták, mozgalmárok kevesen voltak, és abban az időben, amikor később Kádár lesz a magyarországi kommunista pártnak, ennek a békepártnak a vezetője, akkor 40-50 főre becsülik a pártnak a tagságát. Ez a párt szerzi majd meg
szovjet közreműködéssel a hatalmat Magyarországon a második világháború után. És ahogy szokás volt a kommunista mozgalomban, Kádár is fedőnevet választott magának az illegalitásban, ez lett a Barna János. Barna Jánosként tevékenykedett, de nagyon sok visszaemlékező szerint inkább nem Szürke János volt, hogy igazából nem a korai öltözködés ellenére, piros nadrág, stb. Itt a szimbólumoknál maradjunk. Nem különböztette meg őt igazából semmi a pártnak a többi tagjától, egy lelkes, mai szóval élve lelkes aktivista, lelkes tag volt a pártban. És az első ilyen nagy esemény az ő fiatalkori történetében az az, hogy amikor miután belépett az illegális kommunista mozgalomba, 5 hét után elfogták, és őt meg egy társa, 5 hét után elfogták, bebörtönözték, és ott kínvallatás alá vetették, és hát először őt meg egy társát engedték szabadon a toloncházból, de már ekkor bebörtönözték. Ez jellemzi, hogy a hortikori államnak, hortikori szervezeteknek, rendőrségnek, stb. A magatartását, viszonyulását a kommunistákhoz. És később a Kádárral szemben vád volt az 50-es években, hogy ekkor ő gyáván viselkedett, tehát hogy ő 12-ben született, ekkor még mindig csak 20 éves, és ekkor állítólag a kínzások hatására elárulta a társait, és később, amikor 1951-ben a Rákosi korszakban egy ilyen koncepciós perben őt perbe fogták, akkor ez volt vele az egyik vád, hogy annak idején elárulta volna munkástársait, vagy kommunista elvtársait. Nem tudjuk pontosan, mi történt. Abból korábban engedték ki őt meg a társát, és egyes emlékezésekből arra következtethetünk, hogy abban az esetben ő valóban nem tudott bátornak maradni, nem viselkedett bátran. És azt lehet tudni, hogy a korban ennek a bimbózó kommunista mozgalomnak a nagy hát ilyen vezetője, már akkor is tekintélye miatt, Rákosi Mátyás volt, őt ővele Kádár már 1933-ban, vagy 1930-as években találkozott, abból kifolyólag, hogy 33 júniusában őt ismét letartóztatták, egy ekkor illegálisnak számító szervezkedés miatt, ami ugye már az csak azért sem jelentetett a nagyon nagy veszélyt a horti rendszerre nézve, mert nagyon sok tagja ennek az illegális mozgalomnak nem volt. És amikor ezután elfogták, akkor megint ideiglenesen szabadlábra helyezték, majd 37-ben ismét börtönbe zárták, és akkor a Szegedi Csillag börtönbe vitték, ami akkor is egy rettegett helye volt a magyar büntetés végrehajtásnak, és itt kellett letölteni a büntetését, és itt találkozott először Rákosi Mátyással, akit visszaemlékezések szerint ekkor atyaként tisztelt, és aki valóban akkor úgymond a kommunista mozgalom apostoli személyiségének számított, és a börtönben, mint egy ilyen kihallgatáson fogadta a Kádárt, megkérdezte, hogy mit olvasott, nem sokat, marxista műveket, és hát és úgy már akkor állítólag a Rákosi fölfigyelt a Kádárra. Nem voltak olyan sokan magyar kommunisták, szinte mindannyian személy szerint ismerték egymást. És akkor a kérdés, hogy ennek a szegény sorból származó fiatal embernek, hogy vezet el az útja a párt vezetésébe és az ország vezetésébe. A kettő nyilván összefüggött egymással, miután a kommunista párt 1948 után teljes mértékben megszerezte a hatalmat, a pártvezetői az ország vezetői is lettek a pártállamban. Ahogy visszatekintve arra, hogy mi történt a Horthy korban ezzel a kommunista mozgalommal, hogy, tehát az esemény történetet áttekintve, 1942 őszig több mint 200 kommunistát ítéltek el, voltak olyan is a kommunista mozgalom vezetői közül, akit kivégeztek, és egy idő után, 1942-re alig maradtak szabadlábon kommunista mozgalmárok, és ebben az időben a Kovács István, Tonhauser, Pál, Gács László, és Csermenek János alkották a Magyar Kommunista Párt vezetőségét. És hogyha, ami, hát nagyon kevesen voltak, ebben az időben becsülik 40-50 főre a Kommunista Pártnak a tagságát.
És, de hogyha megnézzük ezek közül a vezetők közül, kit futott be tartósan pártalmi karriert, akkor egyedül Kádár János, tehát kevesen voltak azok, akik később a hatalomba emelkedhettek az akkori Magyar Kommunista Párt vezetői közül, de közülük is csak Kádár János volt az, aki valóban belépett a hatalomba. És hogy nyilván ez abból is következik a körülmények alakulásán túl, hogy saját személyes tulajdonságai, adottságai is szerepet játszhattak ebben. Hogyha olvassuk a korábbi visszaemlékezéseket, ezek a Kádárnak, például azoknak a visszaemlékezését, akik ismerték őt ebben az időben, már mint az említett Dömeg Piroska, mindig kiemelik a kiváló alkalmazkodó képességét, hogy jó benyomást tudott tenni másokra, és kiválóan elkalmazkodott emberekhez. És miután 1943-ban felosztott, májusban a Nemzetközi Kommunista Mozgalom vezetői felosztották a Komintert, Kádár 1943. júniusában megszüntette a kommunisták magyarországi pártját, és megszervezte helyette a békepártot, mert szintén sok bírálatot kapott a Rákosi korban, de ami így fontos, hogy a 40-es évek elején, hogy itt van, ő ott van a magyar kommunista mozgalom vezetői között, nagyon fiatal emberként, 20-21 éves emberként, és amit tudni kell, hogy a párt igazi vezetői, akik a 48 után a pártot irányították, őket négyes fogatnak hívták, és a Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Gerő Erné és Vazzolt, és Réva József, és időnként Vazzoltánt is ide sorolták, akkor négyes fogat már ötös fogat volt, de hogy ők mind Moszkvából tértek haza, és ők irányították a kommunista pártot, és ő hozzájuk csatlakozhattak különféle funkciókban a hazai kommunista mozgalomnak a harcosai, akik többnyire nagyon fiatal emberek voltak Kádárhoz hasonlóan. És a háború után Kádár rögtön a Budapest rendőrfőnök helyettese lett, vannak erre visszaemlékezések, hogy viselkedett az új hivatalában, nagyon fegyelmezett hivatalnoki magatartást mutatott a kommunista párt más tagjaihoz képest, és gyorsan ível felé a pártkarrierje, áprilisban már a Magyar Kommunista Pártnak központi vezetőségébe is bekerül, aztán Kádár osztályvezetője, ami egy ilyen kulcspozíció volt, és 1946-ban elvileg már a párt második embere, hiszen főtitkár helyettesnek választották meg a Magyar Kommunista Pártban, de ez ekkor még csak a névleg volt a párt másik embere, jelezni kellett, hogy a magyarországi kommunisták közül is valakit bevonnak Rákosiék a párt vezetésébe. És hogy vannak olyan memoárok, amelyek megmutatják azt, hogy Kádár János hogyan viselkedett a korban, hogyan viselkedett a Rákosi rendszer éveiben, ami az 50-es évek a sztálinizmus legsötétebb korszakának számít Magyarországon, és úgy tűnik ezek alapján, a visszaemlékezések alapján, hogy Kádár Jánost jóformán semmi sem különböztette meg a párt többi sztálinista vezetőjétől, ekkor nyilvánvalóan ő is sztálinista volt, sem nézetei, sem tettei, sem ismerhető személyiségjegyei, sem életvitele, ugyanolyan villában lakott ő is, erről még lesz szó, mint a többi pártvezető, ugyanúgy járt vadászni, ugyanúgy fekete autókkal járt, a világában egy nagy kutya kenelt tartotta. Tehát, hogy minden életének minden mozzanata szinte ugyanúgy alakult, mint a többi pártvezetőjé. És a Szél Jenő, híres személyiség, most ő is 56-os volt, és ő később fölidézte évtizedek múltán, hogy Déri Tibor író és Kádár János egyszer beszélgetett egymással, és ott volt meg egy valaki erdélyi, ezt felolvasom ezt az idézetet, Szél Jenőtől, valaki erdélyi magyarul tudó román beszélgetett Dérivel erről arról, és kérdezte, hogy hát most mi van Rajkkal, aki most külügyminiszter. Déri mondja, hogy igen, Rajk most külügyminiszter, és ki most nálatok a belügyminiszter. Déri elkezdi a homlokát simogatni, és azt mondja, ki is most nálunk a belügyminiszter, és odafordul a mellett ülő Kádár Jánoshoz. Nem tudod? Kérlek, ki most nálunk a belügyminiszter? Mire azt mondja az illető, de igen, én. És akkor a Szél Jenő erre úgy emlékezett vissza, hogy ezt a Kádár János élete végéig nem bocsátotta meg a Dérinek. De a jellemző az, hogy egy ilyen háttérembere volt ennek a Rákosi félrevezetésnek.
és részt vett a rákosikori terrorban, a koncepciós perekben, belügyminiszterként is. Ott volt akkor is, akkor még nem belügyminiszterként, amikor a Rajk László letartóztatásáról döntött a pártvezetés, neki az volt a feladat, amivel szeretett sakkozni, hogy csalja el egy sakkpartira a Rajkot, ami nem volt nehéz feladat. És akkor utána, ugye, amikor ő megkülönböztethetővé válik a rákosi kori pártvezetőktől, az arra datálható, amikor őt is eléri a terror, amikor egy koncepciós pernek ő is áldozata lesz. Ezt lehet tudni, hogy Rákosi Mátyás, különféle iratokban Rákosi Mátyás 50 júliusától elkezdi gyűjtögetni a terhelő adatokat Kádár János letartóztatásához, és 1950-ben végül leváltják a belügyminiszterségről, de csak később 51 áprilisában tartóztatják le. Memoárokból lehet tudni, hogy Kádárek visszatos félelemben élt, hogy jellemző, hogy a belügyminisztere elődje az Zöld Sándor volt, aki egy Benczúr utcai villában a megtorlástól tartva, így vadászpuskával lelőtte a gyerekeit, feleségét, anyósát, és utána saját magával is végzett. Ez ugye kollektív öngyilkosságnak nevezik a pszichológiában, de nem bizonyos szempontból ez gyilkosság, saját szempontjában öngyilkosság, tehát hogy így a gyerekével, mindenkivel végzett, annyira félt attól, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha megtorlás eléri őt. És Hegedűs András, aki ilyen sztálinista miniszterelnök volt, aztán később rendszerváltó szociológus lett, ő szociológusként már úgy emlékezett vissza ezekre az időkre, hogy a pártvezetés tagja előtt ilyen három út állt, az egyik az, hogy megőrzik a pozíciójukat, másik az, hogy alkoholisták lesznek, a harmadik meg az a dilifflepni, hogy bele lehetett örülni abba a félelembe, amiben ők akkor éltek a hatalom csúcsain. És Rákosi Kádárt is közel egy évig tartotta a teljes bizonytalanságban, közvetlen fenyegetésben, és valójában a Kádár ellen indított akkori eljárás volt az egyik legnagyobb koncepciós ügy a Rajk per után. Ez Kádár János későbbi szerepe miatt van ma úgymond kevesebb visszhangja, de jellemzően a perbe letartóztatták a Kádár sofőrjét, a vadászát is, de még a sógorait is, tehát hogy mindenkit, aki vele bármilyen kapcsolatban volt. És hát a Kádár a személyiségével kapcsolatban azt is meg lehet említeni, hogy itt amikor letartóztatták a börtönben, hogy van egy legenda arról, hogy őt megkínozták, testileg is bántalmazták, de ugye ennek a történetnek bizonyos elemei biztosan, tehát a legenda világ, vagy legendák műfajába tartoznak, mert hogy voltak olyan történetek is, hogy azért nem lett egy gyerekem, mert akkor így szétverték a nemi szervét, de hogy ez orvosi leletekből biztosan igaz, hogy ez nem történhetett meg, de biztos, hogy kínzások alá etették, és hát rettetes évek jöttek az ő életében, személyes élettörténetében is. És tehát 52. decemberében ítélte a legfelsőbb bíróság Kádár Jánost, és gyakorlatilag ugyanúgy szabadult ki, mint a többiek, akiket vele együttszer ítéltek el, tehát 54. júliusában szabadon engedték, az elveszített Berni döntő után, amit az aranycsapat elveszített, és Kádár szabadulás után a 13. kerületi pártbizottságnak a titkára lett, és folyamatosan építette fel a karrierjét, és más politikusokhoz hasonlóan fokozatosan tért vissza a hatalomba. És gyakorlatilag, amikor a 56. februárjában volt az SKP-nek ez a híres kongresszusa, amikor Hruscsov elmondta a híres beszédét, és ettől fogva változások indultak a Szovjetunióban, és ennek kapcsán Magyarországon is. És 56. júliusában az addig teljhatalmúnak hitt magyar pártfőtitkárnak, Rákosi Mátyásnak szovjet nyomásra távoznia kellett az MDP éléről, és akkor a négyes fogat második tagja, vagy második számú vezetője, Gerő Ernő vette át a helyét, de hogy a háttérben az akkori MDP-nek a fiatalabb tagjai is elkezdtek közelebb kerülni a vezetéshez, a már emlegetett Hegedűs András is miniszterelnökként, vagy Kádár János, aki ekkor PB tagnak, a politikai bizottság tagjának választanak meg. És akkor Kádár számára ekkor tűnhetett úgy ismét, hogy belépett a hatalom kapuján, tehát ugyanabban a pozícióban volt gyakorlatilag, mint a másik világháború után.
a hatalom közvetlen környezetébe került, és a forradalom napjaiban 1956. október 25-én őt választották meg a központi vezetőség első titkárának, majd a 26-ai központi vezetőség ülésen beválasztották a politikai bizottság helyett létrehozott direktoriumba, 28-án pedig az elnökségbe is. Hogyha áttekintjük a forradalomnak a napjait, nyilvánvalóan nem ő volt ekkor a legbefolyásosabb kommunista politikus, hogy nyilván az első számú vezető kétségkívül Nagy Imre volt, Kádár nem tartozott az őt befolyásolni képes politikusok értelmiségek körébe, de hogy a forradalom napjában ő többször megszólalt a nyilvánosságban, ez október 30-án mondott beszédet a rádióban, többek között a több pártrendszer lehetőségéről és a párt megújulásáról. Október 28-ig, ahogy a párt többi vezetője, ő is ellenforradalomnak nevezte a történteket, majd ezt követően ő is változtatott az álláspontján, és úgy tűnt, hogy a párt többi vezetőjével részt vesz a forradalomban. És hogy tagja volt annak a pártvezetésnek, illetve a kormánynak, amely döntött az MDP feloszlatásáról, az új párt megalakításáról, illetve a Varsói szerződésbe való kilépésről, és a semlegesség kinyilvánításáról is. És ekkor jön ez a legérdekesebb történet az ő élet, vagy legrejtélyesebb történet az ő élettörténetének, amiről most szintén nem lehet hosszabban beszélni, de van ezzel kapcsolatban a kérdés, akkor erre is szívesen válaszolok. Tehát gyakorlatilag ő a forradalom napjában mindvégig az események középpontjában maradt, még ha nem is túlságosan határozott cselekvője volt az eseményeknek, hanem inkább sorródott azokkal. És november 1-ér rejtélyes körülmények között elhagyta Magyarországot, ezután következett be az a fordulat az életében, amelynek minden részlete máig sem ismert, tehát nyilván amikor így elárulta a forradalmat, és ennek az árulásnak a fontos lélektani mozzanataira, személyes döntésnek a hátterére csak következtetni tudunk. Nyilván a személyes történetében ez úgy játszódott le, hogy az elvtársait árult el, akikkel akkor a párt vezetésében volt, nem közvetlen a forradalmat. És november 2-án, 4-én Moszkvában részt vett az SKP-KB elnökségének ülésén, és végül a szovjet vezetés több alternatíva volt, de végül őt állította az ellenkormány élére, és a november 2. és 3. Kádár számára minden esetre még bizonytalanságban és rettegésben is telhetett el, félhetett attól, hogy mi lesz a döntés a szovjet vezetésének az ő személyével kapcsolatban. Kommentálták ugye a szovjet vezetés részéről, és akkor megszorongattuk Jánosunkat, és a forgószél akció volt az, amivel őt visszahelyezték. Hát gyakorlatilag szovjet helytartóként Magyarország élére. És gyakorlatilag az SKP elnöksége az november 3-án este határozott a sorsáról, és végül Hruscsov személyesen döntött Kádár János mellett, akivel nagyon jó személyes viszonya alakult ki Kádárnak, később, amikor Hruscsovot leváltották a hatalomból, akkor küldött neki egy almát a kedvenc, aztán éppen Szabolcsi almájából. Igen, helyi vonatkozása a történetnek. És akkor a forradalom eltiprásának az eseménytörete ismert a köztörténetből, hogy november 4-én Kádár János a szovjet forgatókönyvnek megfelelően rádióközleménybe jelentette be a magyar forradalmi munkásparaszt kormány megalakulását, és még ezen napon szovjet katonai repülőgéppel megérkezett Szolnokra. November 5-én a Szolnokon időző Kádár felvezetés megírta az új állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt, ekkor még valójában nem létező ideiglenes központi bizottságának a felhívását, amit azonnal megküldött Moszkvába.